80 év utáni ember ne dicsekedjem a jövőnek, hogy én milyen klassz srác voltam, hanem te milyen leszel. Szóval ezt kell sugallja. Tehát azt jelenti, hogy mi az, ami tovább érdemes vinni? Mert a görögök mit hagytak ránk? A szépség dicséretét. Mert a görög főiskolán, a görög egyetemeken, tehát a szuperképzőn, két tárgy volt a főtárgy, az esztétika és a retorika. A szépség dicsérete, a többi az mind alárendelt ebben az életben. Milyen eredetű név a Plesz? Mária Terézia alatt települtek ide az én őseim. Az apámék Elzász Lotaringiából, mert a Richelieu is onnan származik, az anyámék pedig Svábiából. Az én öregapám időszakától visszafele 100-ból 90 ember még az ellátás alapjaival foglalkozott a mezőgazdasággal. Mert mindenkinek az öregapja valahol még paraszt volt. És a 11 gyerek sorsa hogyan alakult később? A fele fiú volt, az első és második háborúban hagyták ott a fogukat, a lányokat ki kellett házasítani, náluk az volt a szokás, hogy az első szülött fiú örökli az összes vagyont, azt a keveset, a többi az szélnek lett eresztve. Így aztán apám 12 éves korában ment inasnak, mert meghalt az apja, és akkor az egyik idősebb bátyja nevelgette, segítette. Könyves inasnak adták, apám tehetséges ember volt, irigylem is, mert csodálatosan rajzolt, 4 év után szabadult fel, a legjobb mesterek mellett inaskodott annak idején, akkor az inas élet az nem volt olyan rózsás, mint ahogy manapság képzelik. Viszont a szakmát nem csak megtanulta, hanem meg is szerette. Vagyis a képességeit a szakmáján keresztül tudta érvényesíteni. Tehát számára a munka az nem nyűg volt, hanem játék. És mesterség, és művészet, és igazság keresés, és ünnepség, és az önkifejezés kényszere folytán, hogy mondják, a kiteljesülést. Önmegvalósítás. Megvalósulás, igen. Neki ilyen értelemben szerencséje volt, szerette a szakmáját, és ez volt az ő kultúrája, és ez hatott. 20 éves korában, amikor behívták katonának, akkor rájött arra, hogy ő tanulatlan. Teljes melbőséggel nekiesett a tanulásnak, és képestett könyvesmester lett, aztán Baumeister, és évente 10 házat adott át kulcsra. Még ma is, ahogy láttál egy házat, ezek a házak ma is jó állapotban vannak, mondjuk a karbantartáson kívül nem kívántak felújítást. És azon kívül a kísérletező természetéből fakadóan megteremtette a rugalmas betont. 18-20 mm falvastagságú edényeket épített mezőgazdasági hasznosítás céljára. Tehát tulajdonképpen vályukat, vagy ilyen jellegű dolgokat? Vályukat, bögréket, hordókat, 100-200 litereseket. Amiket a fakalapácsra megütöttek, úgy szólt, mint a nagy harang. Anyám még gyerekkorában olasz családok mellett lakott, és a bakócai grófságnak olaszok szolgáltak, anyám pedig a velük játszott az udvaron. Tehát olasz gyerekekkel. Olaszul tanult elsősorban, utána németül, aztán magyarul, gyönyörűen beszélt a három nyelven, sőt még horvátul is valamennyit. Volt egy nővérem, aki 2 éves koromban, tehát 6 éves korában meghalt, az következtem én, 1930-ban, az öcsém pedig 32-ben. Ma is Ásdon él, öreg ember. Egy tantermes elemi iskolában jártam, és csodálatos mesterem volt. Ma is örömmel és boldogan emlékszem arra az időszakra, mert
az idős Bodó László tanító úr engem megtanított a sifrékre, megtanított írni, olvasni. Idilli volt, ennyi volt a mecsek háta, hegyháti járását, és a régi falurész az Óhörnyék, Árpád-kori település, ott volt az iskola egy toronnyal, meg az iskola lakása, a tanítóra lakása, mi pedig Újhörnyéken építkeztünk ott. Onnan jártam át a réten keresztül. Nekem ez egy óriási élmény volt naponta kétszer iskolába menni. Délelőtt is jártunk, hazamentünk ebédelni, délután újra. Csodálatos apám volt. Én a Malteros ládában születtem tulajdonképpen, mert minden iparos tulajdonképpen a gyereke, az a szakmája környékén születik. A takács a szérnák között születik, az ács az a farakás mellett születik, a gyerek pedig a köműves meg a Malteros láda környékén születik. A bányász pedig vizet hord 5 éves korában a szülőknek. Miért? Mert nem a munka az elsőleges, hanem a légkör megtanulása jelenti a kultúra alapját. Nem a tudás, a kultúra. Mert az ember gyerekkorában egyféleképpen reagál a szüleinek, anyjának, apjának. Az, ha normális, akkor a gyerek azt mondja, hogy azt nem. Hát akkor, amikor felnő, és közben felszed minden ismeretet értelemszerűen, és amikor elfogynak az érvei egy-egy vállalkozás során, akkor marad annyi, hogy ezt hogy szokta csinálni anyám? Hogy szokta csinálni az apám? Ez az utolsó kapaszkodó, ez a kultúra, kozmikus ereje. Jugoszláviában, a szomszédban 160 ezer svábot végeztek ki, és 40 ezer magyart. Na most, miután hozzánk bevonultak az oroszokon kívül az szerbek és a bulgárok is, Tito még követelt 15 ezer magyart, akiket a Dunába kell dugni, miután léket várnak a jégen. És akkor oda Pécsre gyűjtötték őket a Lakics laktanyába. És ebben a 3 hetes bentlét után vagonírozták őket, vezették a placra, és egyik, és térdig érő hó volt, és hideg, és anyám alatt álltunk a nagy udvar sarkánál, a vaskerítéseken pedig a kerítésre fagyott hullák díszítették ki a kerítést végig, akik meg akartak szökni, és kaptak egy sorozatot. És oda is fagytak mindjárt. Ezt én láttam, 14 éves voltam. Igen, és apám is ott volt közöttük, és akkor az egyik szerb őr a gitárral, aki kísérte a vagonba, akik vitték őket Mohácsra, a Dunához, légvágás és tarkonlövés céljára. Egyik szerb őr apámat felismerte, és rákiabált szerbül. És akkor neki esett, és hátába piszkálta a pisztolya, hogy szálljon ki a sorból. Hát azt hitték, hogy kivégzésre. Ennepől a Lakics laktanya udvarán volt egy kis házikó, nagyon füstölt a kéménye, nagyon hideg volt, és oda betuszkolta apámat, és jelentette a tisztnek, hogy ez az én haverom. Tudnék, ezek együtt csempésztek még annak idején, amikor azon a környéken volt a szerb-magyar határ. És a szerb megismerte az apámat, hát ugye kivégzés ide, kivégzés oda, hát ez az én haverom, a csempész haverja volt. Hát így aztán megúszta. 47-ben feltartott kézzel kellett puskacsú előtt kijönni mindenünkből, de velünk jött a kutya, a puli. Minden ott maradt, amit addig összegürcöltek. Az én születésnapomon, május 19-én volt a vagonos kiszállítás a környékről Nyugat-Németországba. Akkor a falu kivonult
a sárd a népe kivonult az állomásra, és követelték, hogy minket ne vinjenek el. Mert apám több mint 100 házat épített a környéken, hát ismerték. Úgyhogy ő szakmailag elismert ember volt minden tekintetben, és a népek ragaszkodtak hozzá. Ugyan döntött el, hogy a Dombóvári gimnázium után a pécsi építőipari felsőiskolában? Szerencsém volt, mert ugye meg lett ítélve a dolog, miszerint én úgysem tudok egyetemre menni, akkor még nem volt szokás. Az érettségi is magasrendű képzettségnek számított, úgyhogy örülök, hogyha addig eljutok, úgyhogy én a fal mellett jártam iskolában szép csendben folyton, mert nem volt más. Öcsém például nem tanulhatott, nem tanult. Ő csak könyves maradt. Ahogy én iskolába jártam, ahogy vége volt, ahogy iskolai szünetet kaptunk, én nekem másnap már könyves munkával kellett dolgozni. Nagyon szigorú volt a bármilyen tekintetben, ami jó is. Mert én a felső építőbe így mentem, hogy igazolni kellett egy évet előtte, különben nem mehettem az egyhetes felvételire. Hát a felsőipariskola az Nyugat-Európa számára minta volt. A Németország Hochschulei a Magyar Felsőipariskola módjára működik ma is, meg a többiek is. Én 48-ban végeztem, 18 éves koromban, és 49-ben a Rákosi ezt megszüntette, helyette jött a technikum, és a technikum után következett a főiskola. Tehát így, ahogy emelkedett a státusz, úgy züllött a szakmai szint. És akkor leérettségizett, pontosabban 18 éves korában befejezte. És aztán elmentem dolgozni. A program az volt, Vas Zoltán vezetésével, Komlón, hogy a 60 vagonos napi teljesítményt 300 vagonra kell fölemelni. És annak alapján építették Sztalinvárost tulajdonképpen. Meglátták el az acélműveket. De mi volt ott a munkája? Azoknak építése. Meddig tartott ez a komolybányás? Nem sokáig, mert untam a sok balesetet, meg kilátástalan volt a helyzet, és én megszöktem. Ott hagytam anyámnak, mert én Sárzsról jártam be vonattal Komlóra. Mondtam, hogy nekem elég volt, én szedem a rongyaimat, és elmentem Pestre. Volt egy kis kalapom, meg egy kis táskám, egy ilyen kis oktatáskám. Ágybérlőként, albérlőként, szóval különböző szintű rangban kerestem az életnyomát. Akikhez, a közületi ingatlan központ, Mérleg utca 6, az SZDSZ székház. Első emeletén mutattam ki a fogam fehérjét, mert először a 8. kerületben egy hónapig tanulgattam a veszélytelenítés munkálatait. Akkor lebombázott Budapest, ugye érdekes, hogy a háború után Budapest 3 év alatt föl lett takarítva. Az emberek csodálatosak voltak. A morál, hát ez az valami ünnepi volt a nyomorúság ellenére. A bizalom magában, a jövőben, a társaiban. Elvesztettük a bizalmunkat. Hát nem hiszünk egymásnak. Nézd meg, hogy a semmiért hány levelet kell írni. Nézd meg, nem megy. Nyugat-Európa, Anglia abban él, hogy a bizalom megmaradt. Mi nálunk a legfőbb baj a bizalom hiánya. Minden lakásban 2-3 család lakott társbérletben, mert ágyú belövések voltak, a talpigérő láncosbombák levitték a lépcsőházat, treplini jártak föl az emberek. És akkor egy hónapos gyakorlat után, mert ugye építész technikus voltam, mert abból kevés volt, és a felső építőt végeztem. Hát én nem mondtam, hogy akárki. 380 forintos fizetésem volt Komlón, itt pedig kaptam 1100 forintos fizetést. Az első emeleten volt az irodám, nekem egy Prata Dynamic farkincás, feketes autó volt rendelve, egy volt repülős főhadnagy sofőrrel, mert én nagyon fontos ember voltam. És tulajdonképpen a sofőr tanított engem arra, hogy hogy kell viselkedni. És főmérnök úrnak szólított. Hűha.
De mi volt pontosan a munkája? Tehát hogy... Az, hogy amikor telefonál, fel ez a feladat. Mert nekem kellett telefonáljon a Józsi, akinek a szél levitte a házát, meg a tűzfalát éppen, mondjuk a Petőfi Sándor 16-ban, a 22 méter magasra lévő tűzfal úgy leömlött. Hát csak 4 embert csapott agyon, az be kellett jelenteni a rendőrségre, és a Váci utca 62-ban a polgármester hivatalhoz, meg, de főleg hozzám, mert én vagyok a ház kezelője. Most csináljon valamit. Kimentem a helyszínre, és utána mentem a Petőfi Sándor utca 5 alá, ott van egy kocsma, ma is ott van, és ott voltak a baumeistereknek a helyük fészke. Megnéztem a különböző baumeistereknek a viselkedését, meg aki szimpatikus volt, azt tulajdonképpen arra, hogy adjon egy ajánlatot. Meg maga is. Szóval kértem mindig 2-3 ajánlatot. Én kaptam egy füzetet, ilyen 3 rétegű füzetet, és egy aláírást kellett adnom. Emlékszem, hogy ilyen A5-ös méretű vastag füzet volt, 3-3 oldal azonos, és 25.000 forintig én az aláírásomra azonnal kifizették. Hát 25.000 forint akkor, az akkora vagyon volt, hogy maga el sem tud számolni odáig. Én emlékszem, 1946. augusztus 1-én jött be a forint a pengő után. Anyám elment a piacra, Sásdon, és vitt egy százast, és nem tudták fölváltani az egész piacon. Főmérnök úrnak szorítottak, nagyon elvés, egy 19 éves srácot. Jól esett, még dolom voltam is hozzá, nagyon jó van, igen, meg nagy fizetés, meg ez, meg az. Igen, ám mondom, te szerencsétlen, de hát apámnak nem ez volt az elvárása. Ő azt szerette volna, apám, ami belőle hiányzott, hogy elvégezni az egyetemet és építésznek tanulni. Mert az a világ legszebb szakmája, a Jóisten gyermeke. Mert az építész a világ újrateremtésében a legközelebbi segédje a Jóistennek. Ez volt az ideológiája. Hát akkor apám mit szól, ha én ezt eltéveztem? Tehát akkor én még dolgozgatok egy kicsit, mert ugye háttér nincs. Kicsit megerősödöm, aztán utána jelentkezem az egyetemre. Jelentkeztem is, felvettek. Én 3 évig dolgoztam, miközben nagyon jót tett. És akkor 51-től 56-ig szimpla kávéra ültünk be beszélgetni mindenhova, az egész belváros a miénk volt. Az értelmes emberek különböző fajtái egy asztalnál ültek. Ezt ma már az emberek nem ismerik. A Kárpátiában például a különböző szakmájú emberek lazán történő, nagyon szerény anyagi háttérrel történő sörözése, beszélgetése zajlott, ahova az ember részt vehetett, és hallgatta a beszélgetéseket. Ezek a beszélgetések mindig építőek voltak. Csodálatos, tehetséges emberek szegényen, lódenkabátos időszak volt, amikor mindenki egyformán anyagilag szegény volt, de lelkileg gazdag volt, és hallatlan, választékos baráti kapcsolatok alakultak ki. Az ókori, középkori és az újkori szellem találkozott egyszerre. Szakmáktól, életmódtól függetlenül csodálatos korszak volt. Én a háború utáni időszakot élveztem, mert az emberek olyan erkölcsi magaslatban éltek. Csodálatos volt azért is az a világ, mert mindenkinek tervei voltak. Ma már nincsenek tervei az emberek, elvárják, hogy vezessék őket. Jelentkeztem a közlekedésüzemi tervezővállalatnál, a Király utca 52. 5. emeletén dolgozott irodavezetőként a Nyíri Pista bácsi, Nyíri István volt az irodavezető. Nagy pult volt előtte, és tudod dolog, hogy a Nyírinek a haverja, ami korábbi munkából a Lauber László volt. A Nyíri az egy ceglédi gyerek volt, némi mezőgazdasági háttérrel az apjának, de meghalt az első háborúban a fronton, tehát ő kénytelen volt összeszedni magát. Akkor a Laubernek pedig Pécset volt téglagyáros, meg cserépgyáros az apja. Tehát
Annak idején még úgy ment, hogy akinek nincs pénze, az nem építész. Hát csak főbb alkalmazott lehet pénzért. Hát ezeknek a szülei jelentették a garanciát. Meg az összes többi építésznek is. Tudnék, ha valamit elront véletlenül, azt le kell bontani, föl kell építeni, és ki kell fizetni. Ha ezt előre nem tudja igazolni, akkor maga egy senki. Valamikor ez jelentette az építészt. Nem csak az, hogy diplomája volt. 1950-ben államosítottak, 49-50 mindent, és akkor mindenkinek a fülére kötötték a trikolort, és attól kezdve megszűnt a vállalkozás. Tehát mindenki alkalmazott lett. Az alkalmazott, az nem számít elsértékű embernek ezek szerint, már ő szerintük, mert az csak szolga. Meg van neki mondva, hogy mire gondolhat, még az is. Tehát a kultúra az monopól kezekben van. Mi csak dajkáljuk magunkat azzal, hogy abba beleszólhatunk. Mi bármilyen parancsot legfeljebb jól hajthatunk végre. Ha jól tanultál, kisfiam, meg eminens tanuló voltál, akkor a baromságot is jól tudod végrehajtani. Ez történik. És engem ez bosszant. Az építész szakmából a mesterek közül a legmeghatározóbb az életében Lauber László személye. Hogyan kerültek annak idején kapcsolatba? És ki is volt ő tulajdonképpen a magyar építészet történetében? Amikor az iparterbe kerültem 1951-ben, akkor került át a köztiből a Lauber az iparterbe főépítésznek. A régi szárnyban, a negyedik emeleten volt a nagy irodája. És az irodák közül egy fiatalt keresett magának, ez volt a Molnár Péter. Óriási annak számított, hogyha a Lauber választott maga mellé egy fiatalt. Azt felért kb. A 3-4 doktorátussal akkor kapásból, és ő, a Lauber vette azt a fáradtságot, hogy lent az előadóteremben be is mutatta a nagy közönségnek. Szóval érdekes, hogy a Lauber a fiatalok irányába a legnagyobb reverenciával, a hasonló, a kortársaival pedig a legnagyobb kíméletlenséggel bánt. Annak idején a zsűrik nagyon élvezetes szellemi találkozók voltak, mert a legkényesebb kritikát alkalmazták mindenki másik irányában. Nem csak az építészek, hanem a szakágiak szintén. Ott ültek sorba az építész, a statikus, a gépész, a kalorikus, a többi spéci istenek. Az ország színe java. Valóban a háború utáni időszakban, az államosítás után a magyarországi szellemi élet szuper gyűjtőhelye az iparterv volt. Az ipartervben alkalmazottnak lenni volt az egyetlen valamire való rang, és az meghatározta az illetőknek a morálját, viselkedését is. Fantasztikus műhelyek alakultak ki a szakma értékeinek hierarchiában, a természetes kiválasztódás elvén. A Lauber László egy önző pasas volt, mert a legjobb nála fiatalokkal kereste a kapcsolatot. Ő kereste a kapcsolatot. Így találta meg a kapcsolatot az én főnökömmel, a Kis Ferenccel és a Sall Józseffel. Hát ezek az én szeretett mesterem, a Kis Ferenc volt, aki 12 évvel idősebb nálam, és 17 emberrel dolgozott a csoportjában, Sall József volt az osztályvezető, tehát egy nagyobb társaság tartozott hozzá. Hát ezeknek az minőségéről csak európai szinten lehet beszélni, mert minden összehasonlítást kibírtak. Műveltség, magatartás, szakmai erkölcs,
A másik pedig óriási bizalommal éltek eleinte a mindenkori rendszer irányában. Komolyan vettek mindent, amit a kormány elhatározott, és meg is tettek mindent annak érdekében, és számon is kérték. Tehát a fiatalok számára a viselkedésük minta volt, jó volt ott lenni. Ők nem alkalmazottként viselkedtek az államosítás során, hanem a gazda igényességével. Tehát erkölcsileg, lelkiismeret dolgában, szakmai felkészültség igényével léptek fel. Mert az alkalmazott az azt nézi, hogy hány óra van, mikor lehet belépni, hol a kilincs, mikor mehetünk tovább. Ők viszont keményen dolgoztak, nem csak a 8 órát. És még egy dolog van, kockáztattak minden megnyilvánulásukban, ahogy ezt egy vállalkozóhoz illik. A mesterem ezért volt csodálatos. De ezek komolyan vették akkor a világot. És sajnos a politika ezzel sajnos visszaért. A zavaros programot, a gyorsan változó programot a szakma képtelen volt követni. Ez tetten érhető volt a szociál megjelenésével a korábbi felfogáshoz képest, és azóta is, hogy ugye 100 évvel felbomlottak a stílusok, mint olyanok, tehát minden hónapban, vagy azóta 8-10 stílusváltás történt, az mindig mindenféle személyzeti átalakítást követelt. Tehát azt jelenti, a kultúra ilyen gyors változásokat nem bír ki sérelem nélkül. A lauberék, az első házaik berobbantak tulajdonképpen az európai építészetbe. A pénzeti központtal, a Szép utcai kis házzal, meg így tovább. Nyíri az autóbusz megállóval, vagy állomással. Ami azóta már műemlék. Hogy? Ami azóta már műemlék. Azóta már műemlék. Molnár Péter helyére engem választott a Lauber, a Kisferi csoportjából. A téli kabátom ott volt a rajztáblám, de nekem a Lauber szobájában, ateliében kellett szolgálnom. Tehát... És akkor minden tévedésért engem kért számon, mert apró kis rajztáblái voltak, és 4 éves rajztábla volt, én szembe ültem vele jó messze, 2 rajztáblányi távolságban, és amikor egy az egyben rajzolta például a csatlakozást, a padló és a fal között, azon szórakozott órákig, a semmin, tehát a részleteken csücsült. A nagy esztéta, a nagy építész, az átfogó fej. És már 8-6-szor csinálta, és nem tetszett neki, és annak én voltam azok, hogy én miért nem szóltam neki, hogy az nem jó. A másik. Ez időként eltűnt, aztán 2 hét múlva visszajött, és jött a telegram, ott nem messze van a nagy posta, az iparterftől. Azt mondja, Tóni gyerek, küld el a múlt havi prémiámat. Megyek le az igazgatóhoz, reszketve, ajtó nyitva, a Drogberinosa vagyok, minden ajtó nyitva volt. Előadom a telegramot. Hát ugye neked volt 1150 forint nyugdíj fizetésed, de már jó pénz volt. Ő fölvette a 15.000 forintját. Ez a múlt havi prémia volt, az múlt hónapi, mert estét adtam, tudom én, melyik hegyi kocsmában vagy szállodában. És ez hányban volt, amikor neki 15.000 forint volt a havi pénze? Az csak a prémium volt, anyám, nem a fizetése. De ez hányban volt? Hát 51, 52. Ő azt csinálta, amit akart ilyen szempontból, tehát ő tulajdonos játszott. És még egy dolog van, a Sztalinvárosi a nagy irodaháznak a tervét csinálta, amikor betette a lábát a szociál, és nekem kellett rajzolni. Amikor már 6-szor rajzoltam, akkor megérkezett, és akkor amikor megérkezik, akkor föláll, és átadja a helyét, és akkor leül, és nézi a rajztáblát. És akkor előveszi a luppét, nézi,
mi az Tóni, mert aranyos volt, barátságos volt, mi az Tóni gyerek, nálatok az szemérték a pajta kapu? Kérdezte. Ahogy ezek szerkeszteni tudtak. Finom, vékony vonallal. Ahogy fel tudtak szerkeszteni valamit, azt manapság úgyse hiszi el senki. Megtanított ceruzát hegyezni. Ő. Akkor megtanított formatizálni, mert egy tervnek annak fazonja van, kultúrája van. Tehát bármilyen tervet csinálsz, az A4-esből indulunk ki, és annak a többszörösét vagy hanyadát kell a papír felhasználása érdekében csinálni, és azt meg is kell jelölni. Ilyen értelemben hallatlan igényes profi volt, de mindegyik. Egy dokumentációnak annak mintaszerűnek kellett lenni, és elegánsnak kell lenni. Grafikai igényességűnek kellett lenni, mondjuk az ábrázolásnak. A piszkos munkát nem tűrte, mert ő elegánsan szerkesztett. Szóval szerkeszteni az óriási dolog volt, az volt a mesterségnek a dolga. Minden szakmában így van. Szóval a mesterség megtanulása nélkül nincs értéke a vezetőnek, mert csak kinevezett. Kihagy minden lépcsőfogot, hogy felrepült a legfelső szintre. Nem, végig kell gyalogolni mindent élményszerűen, hogy tudjon minden szinten utasítást adni, számon kérni és egyáltalán. Meg tudja őrizni az eleganciáját, a tekintélyét. A Nyíri is, meg a Lauber is 52 éves korában halt meg. Nyíri István és Lauber László hihetetlenül korai halála az... Igen. Abban nem volt benne az is valahogy... A pia. A pia. Csak az ital? Hát pia. Ezek nem panaszkodtak. Mi volt az első ház, amit tervezett? Én másoknak a házait szerkesztettem végig. 10 évig inos voltam. Nagy mesterek mellett. Én sok embernek végig szerkesztettem a munkáit, hátul szedték. Dávid Károly, aki a stadion csinálta. Ugye ő volt a mestere a mesteriskolán. Hát ő sok munkát utólag ismert meg. Amit ő tervezett, meg ő kivitelezőt, nem is tudott róla. Mert megérkezett neki a levél, és akkor, hát tudod mekkora egy gyufaskatúja, mert öngyújtót utálta, és mindig gyufával kellett rájutani neki. És itt van azt mondja, most ide kell egy Adi emlékművet csinálni, gondol ki, menjem, nézd meg, mit kell csinálni. Gyufaskatú a hátán. Van egy ceruzád? Akkorában elmagyarázta, hogy mire gondol. A gyufaskatú a hátán. Egy különben intézd el, azt mondja. Itt van a levél. Elmentem, megtárgyaltam, megbeszéltem, kérdezem, hogy hát a kőmegrendelést azt szorított vagy lazakötéssel csinálom. Érdekel engem, hogy kötöd. Fölszett, ez ment sorba. A fizetése az pénz volt. Hát ő 70 ezer forintokat szedett föl, 310 ezer forintot szedett föl akkor a képző és iparművészeti lektorátustól a különböző munkákért. Emlékművekért? Hát itt meg kell talpani egy Adi szobrot, ott meg kell talpani, mit tudom én mi, a Sztalin szobrot, ott meg a Lenin szobrot, meg ilyen emlékművet, meg olyat. De ezt én csináltam végig. Meg most egy ilyen barokkos emléket kell mondjuk felújítani. Mit szólnál hozzá? Elkezdem mondani, ez nem érdekli, amit én mondok. Csináljam meg, aztán kész. Megyünk, a tél volt, emlékszem. Megyünk Szegedre valamilyen művezetés ügyben. Nézd meg azt a házat, milyen jó az a ház. Hát mondom, jó. Ki csinálta? Mondom, te. Ő nem csinálta. Ő nem tud semmiről. Megérkezett a levél,
Elmentem, megtárgyaltam, megcsináltam a programtervet, zsűriztem, kiviteli tervet, leművezettem, átadtam, mindent, a Kossuth Díjas nem fog oda menni. Átadta. Azt mondja, ő ezt nem is tudta. Benyújt a laposért, és húzott egyet, és ez elvont. De hány ilyen volt? Hát én ezzel foglalkoztam. Az én kollégáim pedig mind húztak három vonalat, akkor ébül díj. Az iparterben kívül ugye a közti, a lakóterv, a buváti, az IET-i és az összes többi mind párt központi ellenőrzés alatt volt. Az iparterv nem. Az iparterben rengeteg nagyértékű kísérlet folyt a vasbeton szerkezetekkel kapcsolatban. A Kisferivel csináltuk a 110 ember megfűzésével a vidéki sajátházépítés vizsgálatát, mert Magyarországon nincs lakóházépítési kultúra, pláne vidéken, ma sincs. Szóval 200 évvel vagyunk maradva. Az ipari épületek dolgában pedig vezető helyen vagyunk, hiszen mi csináltuk a gépgyárok tervezése című kézikönyvet, amit megvettek a németek. 56-ban a Kisferi elment Vésbészre, vissza is jött, értem, de én nem mentem el, mert egy 3 éves kislányom volt. Fel sem merült, hogy akkor még ugye másik családom volt. Szóval maradt, és akkor hogy folytatódott a pálya? Kisferi azt mondta, hogy az országot azt nem Pestről kell megmenteni, hanem oda kell menni a helyszínre. A helyszínre. Én elmentem Zolába. Megcsináltam a kettős irodát. Repülővel és gyors autóbusszal jártam a Váci utcából Zolaegerszegre. És aztán amíg ott volt, addig tervezett? Gimnáziumot tervezett, lakóházakat tervezett? A lakóházakat, meg ezt, azt. Meg ott, hát ugye előtte csináltuk a ruhagyárat. Kisferi csinálta a ruhagyárat, sokat dolgoztam, a Kaposvári fonógyárat, az újpesti Otit, meg így tovább. Ezeket a Kisferi féle munkákat, meg a Debreceni Kuriérletani Intézet sorát, ezeket az amerikai lapok mind premier plánba hozták. Ette a fene az itteni építész garnitúrát, mert a Kisferi az egy lehetetlen pali volt. A házai ma se öregszenek, mint a saljuskái. A leheltéri salházak nem öregszenek, legfeljebb 70 évesek. Zalaegerszeg után következett. Rövid idő volt a lakóterv, a Veszprémi gimnázium, azt ötször megfejelték, már semmi se hasonlít. Aztán közben elváltam, aztán közben hívtak, a Hegedűs Ernő hívott Győrbe főépítésznek. Én ugye nem oda mentem, mert ott lehet fogni a Bécsi Rádiót németül, hanem Miskolcra mentem, és megígértek fűtvát, amiből semmit se tartottak be, ott voltam 12 évig. Az életemet a Jutka mentette meg mindig, mert egy bölcs ember, szóval. Ő a második asszony. Ő az első számú mindenek előtt. Első számú, második feleség, első számú asszony. Igen, ember. Szóval tőle emberséget lehet tanulni, maga az elegancia. Dr. Kertész Jutka. Ami ott ment Miskolcon, hát ez nem igaz. Ez az igazi szocialista gazdálkodás ment, galázdálkodás ment. Amikor oda kerültem, közölték velem egy héten belül, hogy én nekem ott nincs jövőm. Mit keresek én itt? Ne zavarjam az ő köreiket. És akkor 7 pontban elmondtam a véleményemet, hogy mire gondolok. És akkor 6 évig üldöztek. Hogy lecsukatom, kirúgatom, meg ilyenek mentek. Aztán jött a mesteriskola, akkor engem beválasztottak mesternek, és attól kezdve az a hátrány volt, hogy általában nekem olyan maflamázni volt, meg szerencsé, hogy akik hozzám csapódtak, azok úgy helytáltak mondjuk a mesteriskolán, összehasonlítva az ország többi részével. Hát ezt tudja mindenki, aki oda járt, és ezt a pestiek nehezen tűrték. Mert én nem tartoztam soha ilyen klikkekhez, társasághoz. Én 1953-ig nagyon szerettem rajzolni.
fiatalabb koromban. Kiállításra indultak még középiskolás koromban. És akkor közölte velem a kis Feri, hogy vagy lesz okszarajzolásról, vagy elmész. Mert az építész az ábrázol, a művész az rajzol. Ne tévesszük össze az izét a kerítéssel. Szóval az alkalmazott grafikus ne tévesszük össze az építésszel. Mert az egyik az a mit kérdésre programalkotó tevékenységgel válaszol, az bizonyos felkészültséget és áttekintő képességet tételez föl. A másik pedig az a mit hogyan. A másik az, az építés pedig azzal foglalkozik, hogy mit és hogyan. Tehát a munkával, a szakmával, a mesterséggel és a művészet eszközeivel válaszol erre a kérdésre. A kettőt ne tévesszük össze, mert ez katasztrófához vezet, és ennek a következményeit is, tehát katasztrófa van. A pazarlásnak olyan mértéke van, ami beláthatatlan, és az emberek ezt csak a bőrükön érzik, nem az értelmükkel kell felfogni, mert doktorátusuk van. Ugye háromféle ember van. Az egyik, amely többet tanult, mint amennyit tud, a másik az... Annyit tud, amennyit tanult? Amennyit tanult, a harmadikkal van baj, aki többet tud, mint amennyit tanult. Ez az ösztönös. Most ezekkel sem a dogma, sem az ideológia nem tud mit kezdeni, ezért írtani kell, mert útban van. A miskolci mesteriskolás tanítványai valóban ma a mai magyar építészet kiválóságai. Én nagyon büszke vagyok ezekre az emberekre, akik oda csapódtak, mert ott egy légkör alakult ki. És én Miskolcon nekem az akkor alakuló műegyetemnek a fiatalságával is a remek kapcsolatom volt, tanársegédekkel, agyunktusokkal, az idősebb egyetemi tanárokkal kevésbé, de a belváros, mondjuk Erikével is, azon kívül a digép, a kohászati művek, a vegyipari művek, a drótgyár, meg a többi nagy miskolci nagy üzemeknek a fiatal értelmiségiei, mérnökei, azok szinte csüngtek rajtam, kapaszkodtak belül, és mentünk a kocsmába, és ott beszélgettünk. Azok mindig ünnepi találkozók voltak, és mindig számon kértek, hogy őket is kapcsoljam be. Én a legmagasabb képzettség, iskolai képzettség után kötelezővé tenném, vagy legalábbis alkalmat adnék arra, hogy a műhelyben begyakorolhassa az érvényesítés lehetőségét az emberekkel, a tárgyaló képességet, a kapcsolatteremtést. Senki se kíváncsi a kész ismeretre, nem is lehet átadni. Mert óriási az ismeret hiány, különbség. Segítünk. Ennyi az egész. Ez a titka az emberi kapcsolatoknak. Ez vonatkozik a műhelyben is. A műhelynek ez a dolga, hogy a kor hierarchiában egymástól tanulják a gyakorlatot tulajdonképpen. És nem lehet tévedni, mert az idősebb korrigál. A legidősebb azt is korrigálja. Óriási érzés az, hogy az ember biztonságban csinálhatja a dolgát. Az ember büszke arra, hogy milyen műhelyben dolgozhat. Nem kreditpontos továbbképzéseket kéne rendezni, hanem a vállalkozónak a nyakába kéne akasztani a felelősséget. A felelősséget. Jogilag a felelősséget kéne ráakasztani. Csináld meg, rosszul csináld, megbüntetlek. Majd akkor utána néz, akkor megtanulja a kémény témát, megtanul mindent. A hídnak a lényege a sóhajtás. Egy nagy levegővétel. Ez az eleganciája.
hibban jól állunk. Ha ezt nem tudjuk érvényesíteni, amikor minden épület tulajdonképpen necsücsül a földre, és maga alá pisil, és üvegből van, és nem lehet kifűteni, és idegen, és tájidegen, egy ilyen vasbetonvázra ezzel a high-tech módszerrel üvegpajtákat csinálunk, mert nem szól hozzám. Egy épületnek barátságosnak kell lenni. Hát ne én szóljak, ő szóljon hozzám. Elmegyek Olaszországba, vagy akár Erdélybe, vagy bárhova, a környezet szól hozzám. Nem vagyok egyedül itt, ha megnézek egy ilyen úgynevezett egymásnak készülő modern házat, az riaszt. Semmi vadidegen. Hát olyan házak, építészetet csinálunk, minőt, környezetet, ami számomra riasztó, hát akkor megérdemeljük. És akkor ezek szerint ma ilyennek ítéli a kortárs magyar építészetet, hogy riasztó. Meg a másik vége a szépség. A mézeskalás házakat csinálunk, hogy szép legyen. De hogy tele van hibaforrással, és már régen elmúlt fölötte az idő vasfoga, technikai értelemben, ami a gazdaságnak az összefüggéseit igazolja, az nem zavar senkit. Nálunk hagyományok vannak, a legrosszabbak, és az esztétizálás van. Az esztétika az kérem következmény, és nem program. Magyarországon hegyvonulatok vannak kolloid tartalmú agyagból, nyugaton nincs. Sírnak a franciák, a németek, hogy a magyaroknak hegyvonulatok vannak kolloid tartalmú anyagból, amiből kitűnő minőségű téglát, tehát falazóanyagot, és cserepet lehet csinálni háztetőre. Mi? Hát mondjuk ezt inkább a bécsi kerületi pénzeszsáknak adjuk, ingyen, és minimálbérért dolgozzunk fel az Jóska gépein, és piros csomagolással adjuk el oltári pénzért saját magunknak a mi anyagunkat, amit ingyen csináltunk, vagy ékvérért, ő pedig hazaviszi a dohányt. Hát meg kell nézni, micsoda őrület folyik itt összehangolás nélkül. És a másik pedig az, hogy hát hely, a középkori ökhöz van kötve az ember. Mert egy életen át dolgozik azért, hogy kifizess az a kis tetűlakás adósságát, és nem van a gyerekére, nem jut pénz a következő generációra. És amikor a munkáját fölmondják, akkor nem tud tovább költözni, mert Magyarországon a lakásállománynak a 95%-a magánkézben van, és 5% bérlemény. Föl kéne vinni a lakásállomány számát bérlemény szinten 50%-ra. Hogy amikor itt kirúgnak a munkahelyemről, akár tudjak menni az ország másik végébe, ugyanilyen lakást tudok bérelni, annélkül, hogy megterhelne, és ki tudom, mert az eszáig is ott van a konyha fiókban. De nem nálunk. Minden előről kezdődik. Minden kezdődik az 1000 éves múlttal. Hát erre én nem vagyok büszke egyáltalán. Hol helyezi el magát itt az elmúlt évtizedek magyar építészetében, vagy a nemzetközi összefüggésben? Én egy téves útnak mondjuk vagyok az áldozata, amit az ember szeret, azért aggódik, szigorú is, és mindent megtesz annak érdekében. Én azt hittem, hogy ide tartozom. Tehát én nekem itt nem csak érzéseim vannak, hanem kötelességeim is vannak. Azért mégis voltak mindig olyan emberek, akik felismerték és díjakkal is jutalmazták, hál' Istennek, a tevékenységét. Az az érdekes, hogy minden ilyen büszkeségre okot adó díjat először az embereim, a tanítványaim kapták meg, és a legvégén én. Azután, a 20 év után kaptam meg a nagy díjakat, amióta nem csináltam semmit. Viszont arra én nagyon büszke voltam, amikor egy-egy tanítványom megkapta sorozatban megkapták a legmagasabb díjakat, ami természetesnek tartottam, mert megdolgoztak érte.
De azért sorolja fel, hogy milyen kitüntetésekben volt része? Nívódíjak 1964-től 75-ig, Ibl-díj 75, D.L.A. H.C., Doctor of Liberal Arts, Magister Honoris Causa 97, Sásdváros díszpolgára, Stenyül Imre díj 2001, a Magyar Köztársaság érdemben tiszti keresztje 2008, Kocsis Iván érem, a Magyar Építészek Szövetsége Fair Play díja 97, Pro Urbe Miskolc, Széchenyi díj, aranydiploma, hát csak ezt a tizet írtuk ide föl. Én nagyon büszke vagyok erre, de büszkébb lettem volna arra, hogyha mondjuk a el nem készült programokból bármelyik is elkészült volna országos szinten. Az én díjam annyit ér, amennyit az építészeten keresztül a magyarul beszélő legszegényebb ember is érez a határ környékén. Jó szándékkal igyekeztem, hogy alkalmasra tegyem magam a szolgálatra. A körülmények ezt nem mindig segítettek. Szeretem a szakmát, evidencia élményt jelentett egy életen át. Nem csak az, hogy jól dolgoztam, hanem élveztem is. 40 éves koromban, amikor láttam, hogy ezzel a garnitúrával, akik hivatalosan ki vannak nevezve partnernek, azok nagy fizetésért akadályozzák az én törekvésemet, akkor letettem a ceruzát, és elkezdtem emberépítéssel foglalkozni. Az a rész egy részben bejött. És nagyon büszke vagyok akkor az emberekre, akik helyettem külön dolgokat csináltak, mint ha én szaporítottam volna mondjuk az épületállományt, ami csak véges. Tudnék, a Bodain Csabák, a Bánferik, a Ferenc Pisték, meg a Kocsis Józsik, meg a Vesmás Péterek nekem nagyon, nagyon nagy értékek. Többet érnek darabja, mint egy nagy ház. Majd ők csinálják, és különben, és magasabb szinten, mint én. És akkor ilyen értelemben próbálom magam ezzel vigasztalni, hogy hát ha. Szóval, és még a többiekről is beszélve. Ez a néhány Ibl-díjas gyerek, csupán meg Kossuth-díjas, mint tudom milyen díjasok. Aztán van egy csomó olyan, hogy Koska Árpád, meg a társai, akik gyakorló építészek. Úgy érzem, hogy ezekhez van valami affinitásom, közöm. Ennyi az egész, és ez jó. Szóval az ember nincs, nem magányos. 21 éve nyugdíjba vonult, és mégis jobban benne van a magyar építészeti közéletben, mint sokan, akik ma is aktívan dolgoznak. Hogy csinálta? Az emberi kapcsolatok számomra a leglényegesebbek az élet során. Az ember így érzi magát lelkileg biztonságban, ha minden korban, minden irányban biztonságot és barátságot és szóértést tud teremteni. Mindig azt keresi mindenkiben, amit dicsérni lehet. Igen. A gyakorlat az, hogy első kísérletre az ember többnyire megbukik. Tehát szüksége van egy oldaltámaszra arra, hogy próbáld meg még egyszer, kétszer, sikerülni fog. És sikerülni fog. Ez bejött, ez a módszer. Ezt a módszert kaptam, tanultam. Bán Ferenc. Mesteriskolás tanulmányutakon, előadások után a mesterek és hallgatók még összeültek egy-egy borozóban, ahol Tóni megjelent, rövid idő után össze kellett tolni az asztalokat. Figyeltem a korosztályához tartozó, többnyire sikeres mestereket. Mennyire nem értik, miért van ez? Ja, kérem. Tóni számolatlanul szórta gondolatait, fejben épített házait. Sokat beszélt az emberépítésről, de nem úgy, ahogyan azt tudományosék gondolják. Vigyázva, nehogy utólag bárki hálát érezzen. Amit kapott, adja tovább. Az alkalmatlan vagy a bizalommal visszaélő majd nézze meg magát. És kicsit később. Tónit figyelve győztem meg magam arról, hogy a szabadság valójában képesség, kialakítható, fejleszthető képesség. Nem hivatkozhatom körülményekre. Emberi méltóságomat csak magam veszíthetem el. Néhányan, akik hozzátartozunk, begyűjtöttünk díjakat, kitüntetéseket, címeket, rangokat.
Ami Tóninak sikerült, arra egyikünk se lesz képes. Életében legendává vált. Kocsis József. Felnőtt férfikorom lelki és szellemi apja. A mesteriskolán elkezdett fröccsök melletti beszélgetéseink a mai napig tartanak. Tóni a szakma ürügyén kapukat nyitott fel önmagunk, az emberek és a világ felé. Életem minden lényeges helyzetében benne és jelen van. Mi igyekszünk, ő kasszíroz. Ezt a fegyelmezett, odafigyelő, lényegre törő, derűs szellemiséget és emberséget igyekeztem továbbadni műhelyemben.